Egy hármas célkitűzés volt az induláskor, amit szerettünk volna elérni, megvalósítani. Én azt gondolom, talán nézzük ebből a szemszögből, mert ez a való is, ez a lényege. Az egyik nyilvánvaló, hogy az eredményesség, mert azt gondolom, nem árulok el vele titkot, hogy ezen a kispadon, ahol én ülök, nagyon nagy örömömre és nagyon-nagyon megtisztelve érzem magam tényleg minden nap. Nem lehet más cél, mint hogy mindig a maximumot hozzuk ki magunkból, illetve érjük el, magyarul nyerjünk mindenhol. A második cél az volt, hogy a tavalyi játékunk, ami azt gondolom azért egy elég éles váltás volt az elmúlt időszakhoz képest, azt próbáljuk meg még jobban, hogy mondjam, fokozni, még kevesebb hibával, és nem utolsó sorban még több új dolgot beleszőve próbáljuk meg ezt a bajnokságot folytatni, mert meggyőződésem, hogy ami tavaly elég volt, az idén nem lesz elég. A harmadik nagy célkitűzésünk az volt, hogy az újonnan érkezett játékosok, hiszen ne felejtsük el, 5 új játékos érkezett a csapatunkba, az ő beillesztésük, ami azért abból a szempontból sem könnyű, hogy Győrben nagyon nehéz a kezdet mindenkinek, akármekkora világsztárról van szó. Kettő pedig ezt a fajta játékszisztémát, filozófiát, koncepciót, amit játszunk, ezt azért tényleg, mint általában az újat, nem sikerül elsajátítani, és kell idő, amíg adaptálódik az emberekbe. Ugyanebbe a kérdéskörbe tartozik még azt gondolom, hogy a sérülésből visszajövő játékosok csapatba építése is legalább annyira fontos, hiszen az a kézilabda, amit játszunk, minimum 2 embert, de van, ahol 3 embert feltételez egy posztra, ne talán egy sérülés, egy rosszabb forma esetén, egy folyamatos csere és egy folyamatos rotálása a játékosoknak, ez elengedhetetlen. Úgyhogy ezt a 3 célt, ha nézzük, én azt gondolom, hogy a tavalyi játékunk nagyon érdekes módon talán a védekezésbe fejlődött többet, mint a támadásba. Ezt magam sem gondoltam volna, ez nagyon érdekes, de ez is bizonyítja, hogy az edző tervez, az élet meg végez. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, hogy stabilabb lett a védekezésünk. A támadójátékunknak az előrelépése, talán a gyors játékunk az még nem jelentkezett annyira, hogy azt még gyorsabban tudjuk játszani. A pozíciós játékunkba próbálunk új elemeket. Én azt gondolom, hogy jó úton járunk. A játékosok beépítéséről pedig, ha nézzük az Estella Enzeminko és a Beatrice Edwidge, én azt gondolom, hogy maradéktalanul fölvette ezt a ritmust, jó úton jár. A Katya Bulatovicsnak egy picit hosszabb idő kellett, de az utóbbi mérkőzéseken szintén nagyon-nagyon jó teljesítmény nyújtott már. Az Amanda Kurtovics pedig abban a fázisban van, hogy egyelőre csak perceket tud pályán, igazából a januári időszakban lesz 100%-os a visszatérése. Nagyon remélem, hogy a Kari Grimsbø és a Veronika Christiansen is nagyon hamarosan rajtra készek lesznek. Azt mondtad, hogy nem annyira szereted a számokat, vagy valahogy hasonlóképpen fogalmaztál, de én készültem neked néhánnyal, és ha megnézzük az eredményeiteket, akkor az látszik, hogy rengeteg gólt lőttök, és hogyha például a BL-t nézzük, akkor viszont a legkevesebbek között vagytok, akik kapják. Viszont azért itt is van szórás, például a Banik Most elleni mérkőzésen lőttetek 46 gólt, de olyan 30 körül van az átlag. Tehát mennyire kell foglalkozni ezekkel a kiugró eredményekkel, vagy inkább az átlag a lényeg? Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak az adatok, a statisztikák, mert egy objektív számot tudnak mutatni. Viszont ha nagyon elbújunk benne, és nagyon mögé bújunk, akkor viszont nagyon csalóka tud lenni. Akkor néha a lényeg veszik el. Ezt egy nagyon komoly statisztika professzor mondta nekem, aki a Pécsi Közgáz Egyetemen tanár. Tehát ezt is kezeljük a helyén. Nagyon örülök, hogy a stabilitás elsősorban a védekezésünkben jelentkezett, és ez nem csak a nemzetközi, a BL mérkőzéseken, hanem a hazai bajnokikon is, ha megnézzük a kapott gólok számát. De itt is nagyon fontos az, hogy megnézzük, hogy melyik mérkőzéseken volt igazából jó a védekezésünk, és melyik mérkőzéseken volt az, hogy kiugróan extra volt a kapus teljesítményünk. Mert ugye a kettő nem ugyanaz. Ha egy kapus 60-70%-on véd, ami nagyon extra, azért az
az nem azt jelenti, hogy extra védekezés, az azt jelenti, hogy a kapus csinál nem várt dolgokat, de attól még a védekezés nem jó. Én azt szeretem, hogyha a faultok száma, ami egy nagyon objektív dolog, például a Debrecen ellen egy hazai mérkőzésen az első fél időben 24 faultunk volt, ami extra jó, az az igazi jó védekezés. Amellé, hogy a kapus teljesítmény is még extrát hoz, az egy előre nem várt plusz. Én mindig azt mondom a kapusaimnak, hogy a kötelezőt hozzák. A pluszok nyilván a rangadókon kellenek a jó mérkőzéseken, de én mindig a mutatott játék és a játék képével próbálok foglalkozni, illetve próbálunk foglalkozni, amikor elemezzük a teljesítményeinket. Nyilvánvaló, hogy mögé jönnek ezek a számok, de az, hogy mi mikor lövünk 50 gólt, és mikor érjük el a dobott 1000 gólt, ezek abszolút nem érdekelnek, vagy nem foglalkoztatnak. És ha abból az irányból közelítjük meg, hogy a legszorosabb mérkőzésetek pedig a Siófok elleni találkozó volt, ahol 3-mal tudtatok nyerni, az lélekben hogy hat egy csapatra? Hiszen azért gondolom más a lélektan egy olyan mérkőzésnek, amit 25-tel nyertek meg, meg más egy olyannak, mint amit 3-mal. Abszolút, és nyilván azt is kell nézni, hogy ugye ki ellen. A Siófoknak a kezdősora az majdnem olyan, mint a miénk. Ez nem kérdés. Ugye az első fordulóban volt, mindjárt egy rangadóval kezdtünk. Sokkal jobban szeretem a kiélezett mérkőzéseket, ahol meglátszanak a hibáink, a gyengeségeink. Ez a nagyarányú győzelem, ez sokszor el tudja vinni nem jó irányba a realitás talajáról egy picit elkanyarodva, és az elején egy picit elkanyarodik az ember, utána pedig nem veszi észre, hogy mikor kanyarodott el már nagyon, és az néha késő. Tehát, hogyha olyan szituációk jönnek elő egy döntő mérkőzésen, mondjuk a Final Four közelettével, vagy a magyar bajnokikon idegenbe a Debrecentől a Ferencvároson át, amit eddig nem éltünk át, akkor találkozunk olyan helyzettel, hogy hoppá, nekünk is problémáink vannak. Amivel semmi baj nincs, éljük át ezeket a nehéz periódusokat, és próbáljunk meg tanulni belőle, és próbáljunk meg felnőni ez a feladathoz, a játékosok is, a stáb is, mindenki, hogy hogyan kell ilyenkor reagálni. Egy-egy nehéz helyzet, egy-egy nehéz periódustól én vallom és meggyőződésem, soha nem kell félni, hanem meg kell próbálni mindig adni egy megfelelő választ, egy jó reakciót. Legyen a játékos, vagy esetleg az edzői stáb részéről is ugyanez, hiszen ez az edzői, hogy mondjam, szakma lényege, hogyha történik valami a pályán, vagy esetleg az ellenféltől valami váratlan, akkor arról kell tudni reagálni. Ez, én azt gondolom, ez egyik legfontosabb dolog az edzői szakmában. Úgyhogy abszolút nem probléma, hogyha szoros mérkőzéseken, kiélezett mérkőzéseken jelentkeznek az erősségeink és a gyengeségeink is. Tudsz mondani olyan pontot ebben az idei őszi szezonban, vagy a magunk mögött hagyott időszakban, amikor azt gondoltad, hogy na most ez nagyon rendben volt, tehát ami egy ilyen csúcspont volt az elmúlt hónapokban? Igen, az Érd elleni hazai mérkőzésünkön szinte nagyon ritkán mondok ilyet, de maximálisan elégedett voltam az első félidő második fele és a második félidő első felébe. Olyan kézilabdát mutattunk támadásba és védekezésbe is, ami nagyon extra volt. Illetve az előbb említett Debrecen elleni első félidei kezdésünk az olyan volt, amit nagyon-nagyon szerettem volna, és nagyon kértem a csapattól, hogy nagyon koncentráltan védekezzünk, és nagyon figyeljünk oda minden momentumra, elől is, hátul is. Ez a kettő volt az, ami a legjobb volt. Ugye nagyon érdekes, hogy az egyik az egy 6-7 gólos előnyt eredményezett, a másik talán egy picivel többet, de abszolút nem a Banyik Mossz elleni 20 gól, vagy a Szévehof elleni itthoni, vagy a nem tudom én milyen nagy arányú győzelmeink jutnak eszembe. Ez azért kicsit furcsa, nem, hogy inkább a magyar bajnokikról beszélgetünk, mint a Bajnokok Ligája meccsekről, hiszen a Debrecen is ugye mondhatjuk, hogy a meglepetés csapata az idei szezonnak, az Érd is jó, mint általában, illetve a Siófok is, és mégis most nem a Ljubljanáról és a többiekről beszélünk. Igen, ugye arról már kérdeztek sokan, de hát nem tudok mit tenni, hogyha a sorsolás megint egy ilyen csoportba tett bennünket, hiszen
nem gondolnám, hogy kérvényeznünk kellene, hogy erős csapatokkal szeretnénk játszani az EHF-nél. Ha ezt hozta a sors, ebből próbáljuk kihozni a legjobbat, és nagyon jó, hogy a magyar bajnokság ennyire erős, és a BL mérkőzések között néha bizony-bizony játszottunk erősebb csapatokkal, és magasabb színvonalon kellett játszanunk, mint a BL mérkőzéseken, de tartom magam ahhoz, hogy amin nem tudok változtatni, vagy nincs befolyásom, azt elfogadom, és próbálom a legjobbat kihozni belőle. Ez volt így most a BL meccsek, meg a magyar bajnoki közti időszakban is. Próbáltuk a legjobbat kihozni, és általában nem mérlegelünk egyébként, hogy most ez BL vagy magyar bajnoki mérkőzés. Próbáljuk 60-70, talán 80%-ba is szoktam fogalmazni, ráerőltetni a saját játékunkat az ellenfélre. Persze kell speciálisan mindig készülni, készülünk is, és így próbáltuk ezt az őszt megoldani.